Idén is nagyon nagy élmény volt részt venni a Médiaépítészeti díjának a zsűriében. És hát kaptunk egy olyan kritikát, hogy nem voltunk eléggé, tehát nem volt elég sok konfliktus a zsűri tagok között. Nem veszekedtünk annyit, mint szoktunk. De hát ennek egyszerű oka volt az, hogy annyira jó épületek voltak idén, annyira jó felhozatal volt, hogy egyszer nem volt miről vitatkozni. Tehát gyakorlatilag egyetértettünk abban, hogy ezek nagyon jó épületek voltak, és hát gondban is voltunk, hogy melyik fog nyerni, de én azt gondolom, hogy a végére kirajzolódott egy olyan végeredmény, ami úgy mindenkinek a megelégedésére szolgált, és úgy gondoltuk, hogy ez így, vagy úgy gondoljuk, hogy ez így jó. Mester, nem szoktam mondani, hogy remekül vagyok, de mi közöm nekem ehhez. Tehát nyilván méltóságteljes és örömteli. Egyszer volt Budán kutyavásár, vagyis egy építész életében ilyen jellegű megbízás az valószínűleg nem gyakori. Én nem érek semmiféle győzelmet. Itt az a csodálatos, hogy tudtunk együtt dolgozni néhányan, és hogy volt egy olyan megbízónk, aki engedelem és értés mentén fogadta és tartotta a vállát egy 6 éves folyamatban. És ugye a ház az rezeg, és vannak olyan élethelyzetek, amikor az 1+1 az nem 2, hanem az 1+1 az harangvirág. Nagyon jól éreztem magam, izgalmas volt, meg jó volt kivárni a végét. Nagyon örülök, hogy értékelték a munkámat, meg a gondolataimat, úgyhogy jó lezárása ez így a mestertervemnek. Nagyon örülök, hogy sikerült a zsűrinek beleélni a magát a tervbe, meg beleképzelni a magát, sőt, tovább is gondolta. Örültem volna esetleg, hogyha több idő jut a reagálásra, és akkor a szakmai zsűri válaszára is tudtam volna reagálni.